Ó, jól van. Ha ezt a harcosságot sikerül megőrizni az utolsó két csoport meccsre, akkor nagyon fogunk örülni. Etrich, akadnak persze hibák. Egy tévviccer, Miller dobta. 70-59. Német, Gellérné, Körmendi, 4 perccel a vége előtt, ami ilyen kalapda. Gellérné keresne valakit, akit éppen nem üldöznek Körmendi személyében, úgy többé-kevésbé megtalálja Gellérné. Megijedt attól, hogy Etrich keze ott volt előtt a levegőben. 11 pontos amerikai előny Etrich. Majd Tóra fönn, Edwards is, és ő éri el és dobja be. 72-59, újra 13 pont a különbség Gellérné. Kevesebb, mint 3,5 perc a lefújásig. Majd Tóra, be kell dobni Tóra. Áj, de szép szerelés. Brown. Pöckölné befelé Donovan a labdát, végül csak sikerül harmadszorra. Mindössze 4 pontos a mező legmagasabbja, 74-59, 15 pont az ötig legnagyobb különbség. A végén úgy tűnik el, hogy a türelem az erő. Miller egy kis bemutatót tart, Pana, Donovan belejött. És most időt kér, Killik László, 76-59-nél, 17 pont a hátrány. Az amerikai csapat az első mérkőzésén 159-re verte Tajvant, aztán tegnap 89-61-re a csehszlovákokat. Tehát eddig mi állunk a legjobban. Még egyszer Miller akciója. Egyszer jobbra, egyszer balra, bent van Donovan, és ahogy a centernek kutya kötelesség a lepattanót megszerezni, és bedobni, ezt most megtette Donovan. Itt a végén egy perccel nagyon elindultak az amerikaiak. 75-59-ről lett 76-59, illetve 68-59 is volt, ahogy nézem a jegyzeteket. Teljes elégedettség az amerikai játékosok arcán, de az is lehet, hogy inkább csak egykedvűség, úgy hozzászoktak már a győzelemhez. Etrich pedig már jön, megigazítja az állarcot. Körmendi. Németh Ágnes is jön labdáért. Kénytelen a támadó területet szélesíteni a magyar csapat, hiszen az amerikaiak egészen messze fognak embert. Németh, Boksai. Brown szedi le a levegőből. Edwards, Boksai van ott, meg is ijedt tőle Edwards, Donovan kihagyja. Az amerikaiak hozhatják oldalról játék a labdát. Miller. Etrich. Edwards, Miller, szinte hasba lövik, oda se neki. Lépéshiba Brownnál. 76-59, 2 perc 13 másodperc a lepújásig. Körmendi. Németh Ági középtávolról, pontosan 76-61. Donovan, Miller bent az alapvonalnál. 3 másodpercet fúj a kubai játékvezető. Ez már másodszor történik meg.
15 pontos hátrány, kevesebb mint 2 perc a végéig. Boksai Zsuzsa. Majd Tóra belépne, összezárnak előtte, Német ott van, nagy harcban 4 amerikaival. Sok amerikai német egy győz. Donovan öckölgeti, Boksai észreveszi, hogy ott a labda. Majd Tóra fogja a derekát. Gellérné, két amerikai is hanyattől a meglepetéstől. Gellérné viszont annyira elszomorodik, hogy nem dobja be az ígyszert. 76-61, 1 perc, 10 másodperc, Edwards megvárja a másik kettőt, Millert és Etheridge-t, amíg följönnek. Ők voltak, akik hanyat dobták magukat a levegőből leérkezve. Az utolsó percen belül járunk, Miller áll bele, bepattanó labda, Német kiüti, ezt nem szabad, Ági. Donovan. Körmendi. Még 3/4 percig tart a mérkőzés, Német Áginak hosszú a labda. A legkevesebb pontot a magyaroknak tudták dobni eddig az amerikaiak a csoportmérkőzések során, ez is eredmény és dicsérendő dolog. Lépéshibát fúj a svéd bíró, köszönjük, Brownnál. 36 másodperccel a vége előtt, 76-61. Boksai és Edwards csatája után már Gellérné a labdával, Etheridge, Német Ágnes. Rossz passz, jó indítás, Miller egyedül kocog. 78-61. Miller 18 pontos, McLean is pontosan ennyit dobott. 8 másodpercig tart még a mérkőzés, Német, Gellérné, még 5 másodperc, Gellérné fönn a levegőben, majd Tóra fölteszi, a játékvezetőt keze fönn, és 2 dobás következik még, 78-61-nél majd Tóra végezheti el, tehát a legtöbb pontot is mi dobhatjuk az amerikaiak ellen, hogyha a két büntetőből majd Tóra akár csak egyet is bedob. Ez is egy jó eredmény. Na, ez is megvan, 78-62. És ezzel vége a mérkőzésnek, majd Tóra lett 17 ponttal a legeredményesebb magyar, 78-63, ez volt az első vereség, de ez egy olyan betervezett vereségnek is mondható. Nem vallott szégyent a magyar csapat, az amerikaiak helyenként ugyan bemutatót tartottak, de a magyar játékosok is képesek voltak ezt nem egyszer viszonozni. Holnap szünnapon a világbajnokságon, a legközelebb ketten találkozunk a kínaiak elleni mérkőzésen, a viszontlátásra.